Nem mi állítjuk, hanem a... Megyek meg, hogy kell megmondani. Jó. És majd küldd át nekem. Kedves demonstráló társaim! A végrehajtó kamara jogügyi osztályának a vezetője Petiti Jónkat átvette. Volt, itt ugye bent voltunk körülbelül 10 percet, egy értelmes eszmecserénk, ami megint csak úgy zajlott, mint ahogy zajlani szokott. Megy az egymás mellett való elbeszélés, és a jogász úr sérelmezte azt, hogy a végrehajtó társaságot csürhének mertük nevezni. De hát ez a mi véleményünk, és a szabad vélemény nyilvánításnak most így eleget tettünk, és az, hogy ők ezt másképp gondolják, és nem akarják elismerni, hogy azért nem állítják le a végrehajtásokat, mert ők profitorientáltan ebben érdekeltek, és minél tovább folyik a zsebükbe a pénz, annál több lesz náluk, és amikor majd visszafele kellene fizetni és be kellene hajtani, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy az összes végrehajtónak, aki magánvállalkozása pénze valamilyen külföldi offshore számlán pihen, ahonnan nem lehet a kártérítéseket visszakövetelni. Na akkor lesz az, amikor nagyon nagy bajban lesznek ezek a végrehajtók, mert akkor bizony az emberek a pénzükért az utolsó csepp vérükig menni fognak. Most pedig a program következő része a Tököli út 26, Radics végrehajtó iroda, ugyanis ez a végrehajtó az életbe lépett törvény ellenére sem hajtotta végre azt a feladatot, amit nekik végre kellett volna hajtani, és az ügyfelünknek a nyugdíjából ma már biztosan tudjuk, mert tegnap érkezett meg a nyugdíja, az 50%-át továbbra is levonták, és ez az összeg a végrehajtó úr zsebébe landolt, és megmerte tenni azt, hogy a hatályba lépett törvény ellenére és írásos kérés ellenére a végrehajtást nem szüneteltetik. Még visszaadom a szót egy pillanatra Zoli barátomnak. Kedves István barátom, nagyon jókat mondod, de egy dolgot, amit tudnia kell a épületben lévő jogi előadó úrnak is. Született Magyarországon, nem is olyan régen egy hónapja, egy ítélet, amely kimondta, hogy az adott devizahitel szerződés semmis. És most jön a lényeg. Az eljáró bíró kötelezte a végrehajtót, hogy az általa levont végrehajtói munkadíjat, amelyet a adóstól levont, fizesse vissza az adósnak, úgyhogy nem tudnak önök a zsebükbe korlátlanul pénzt tenni. Igenis, azt, amit jogtanul leveztek, vissza lehet önöktől venni. Nincs olyan, hogy először csak a költséget viszem el, és milliókat. Úgyhogy az ítélet a kezemben van, a bíró kimondta, az illető végrehajtó köteles visszafizetni a végrehajtási előleget, amit levont, mert az egész végrehajtás törvénytelen volt. De mondok még egyet, tisztelt jogi osztályvezető úr, nem nevesítek senkit, de megtörtént, bizonyítékon van rá. A végrehajtási törvény kimondja, a bírósági végrehajtókról szóló törvény kimondja, hogy gyermektartásdíjból nem lehet végrehajtást vonni. Az egyik ügyfelemnek a gyermektartásdíjból levonta az illető végrehajtó, és azt mondta, hogy nem érdekli, menjen oda, ha akar, ő levonja. Hát uraim, ilyen törvénytisztelők önök, de nem sokány, mert a bizonyítékok gyűlnek, a tények gyűlnek. És ha a kollégám azt mondta, hogy csűrének nevezte önöket, én nem mondom, de azt tudom mondani, hogy nem a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően járnak el a végrehajtói kamarába bejegyzett végrehajtó. Nem a szavak mondatják, bírósági okiratok bizonyítják a jogellenes eljárásokat. És az a végrehajtóval megyünk, az egyik leghírhettebb végrehajtó, és önök is tudják, hogy számos olyan végrehajtó van a végrehajtó kamarán belül, akik ellen büntetőjárások indulnak, hogy vannak folyamatban. Az ott ügyvédi kamaránál, hogyha valakinél, egy ügyvédnél bármilyen büntetőjárás van, felfüggesztik. Hogy van az, hogy önöknél tisztelt végrehajtói kamara, azok a végrehajtók, akik ellen büntetőjárás van, még végrehajthatnak? Van nagy baj van itt önöknél, vagy jogi szabályozásnál jó, vagy valami, de valami nagyon nagy baj van itt. Nem igazán jár nekem önök tisztességesen,
Lehet velem beszélgetni, én tudom bizonyítani azt, amit mondok. Nem egy törvénysértés. Le kéne állni, uraim, ott fönt. És nem kéne a leveleket írogatni, hogy a törvény nem vonatkozik önökre. Hogy kitől kapták az utasítást, nem tudom, nem is érdekel. Csak önök egy végrehajtói a kamara, az egy hatósági szel valóban, de nem minden korlátoktól mentesen. Ezért kérem, hogy még egyszer tartsák be a törvényeket, és gondolkozzanak azok, hogy nem szeplőtlenek önök. Akármilyen gazdag és felújított házban ülnek. Köszönöm.